Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az FX Robot Crypto YouTube csatornáján. Ebben a videóban megnézzük az ármozgást, azt is megnézzük, hogy a BitTorrentnek milyen airdropja van, és kielemezzük a kérdőívet. Ha érdekel titeket, tartsatok velem mindenféleképpen ebben a videóban is. A CoinMarketCap-en rátekintve láthatjátok, hogy a Bitcoin 3600-on tanyázik, az Ethereum 121 dolláron, és a Ripple mindig 30 centen. De még mindig érdekes, a Binance coinja a BNB, ami egy hónap alatt egy körülbelül 75%-os erősödést produkált. Közel 50 dollár 50 centről majdnem 9,5 dollárig fölemelkedett, jelenleg pedig 9,22 az ára. De mi lehet az emelkedés hátterében? Úgy említettem a launchpadot a múltkori videóban, hogy miért emelkedhetett a BNB, de érdemes megemlíteni fundamentális érdekeket is, ezen belül pedig a csökkenő érme kínálatot. Hiszen a Binance tőzsde már több mint 9,5 millió dollár értékű BNB érmét égetett el. Legutoljára január 16-án volt ez az érmeégetés, és ez már a hatodik érmeégetés volt a Binance tőzsdéjén. Ugye kezdetben a Binance-nek a coinja arra szolgált, hogy finanszírozza a semmiből feltörő tőzsde kezdeti terjeszkedését, de amióta megszerezte magának a Binance körülbelül a top első helyet a kriptotőzsdék terén, azóta negyedévente 20%-át elégeti a coinjainak. A végsőleges cél pedig az, hogy csak 100 millió BNB maradjon forgalomba. De ha már Binance és Launchpadról esett szó, akkor beszéljünk kicsit a BitTorrentről, aminek ez a platform adta a kibocsátási felületet. A most induló BitTorrent airdrop havi rendszerességgel egészen 2025. februárjáig fog tartani. Maga a Tron blokkláncán 990 milliárd BTT tokent generáltak, amiből az elkövetkezendő 6 évben 10,1%-ot fognak kapni a TRX tulajdonosok, és minden hónapra egyre több tokent fognak kapni az airdrop keretein belül. Magának az airdropnak a kommunikációját a Binance folytatja, de a kriptotőzsde is kihangsúlyozta, hogy nem kell a tőzsdén tartani a TRX tokeneket, hogy a tulajdonosok részesüljenek az airdropból. Nyugodtan tartsátok a Tron Walletben vagy a Trust Walletben, amit a Neutron Summit 2019-es bemutatóján be is mutattak, mint TRC10 tokent kezelő tárca. Aztán a hírek között említsük meg magát a Monerót is meg, aki nagy konkurenciája az Ethereumnak, és nagy fontosságot nyújtanak a személyes adatok védelmére. A Monero házatáján elmondhatjuk, hogy bányászati összetűzések vannak bányász cégek között, hiszen mindegyik a saját bányász rendszerét, bányász gépét próbálja tolni a rendszerbe. Ezért is döntött úgy a napokban a Monero fejlesztői csapata, hogy egy újabb hard forkkal fognak keresztbe tenni az ASIC bányászoknak. Erről egyébként olvashatunk is egy cikket, mely szerint a jelenlegi kapacitás mintegy 85%-át erre specializálták ezekre az eszközökre, és ezek teszik ki a 85%-ot. És a videó végére nézzük is meg a kérdőívet, amit szerencsére elég sokan kitöltöttetek. Tehát akkor a kérdőív, amit szerencsére 27-en ki is töltöttetek, és az első kérdés, amit itt láttok, ugye az volt, hogy nektek heti hány videó lenne az optimális. Javarészt az 50%-ba arra szavaztatok, hogy heti 2, több az 37%, az, hogy heti 1 pedig 14%, tehát arra lehet tenni, hogy hetente körülbelül olyan két videó, ami optimális számotokra is, ezért is próbálkozok néha egy kicsit más témával is, kicsit érdekesebb dolgokkal, kriptovalutákkal, kicsit vegyesen, hogy a videó mennyisége meglegyen, ugye nehéz munka mellett ugye ezeket összehozni, de próbálkozunk. A következő kérdés az pedig az volt, hogy melyik témakör kedvelelitek a legjobban. És itt erősen 31%-kal a heti hírek mentek. Tehát ez a heti híreket azt úgy hetente azt be is lehet akkor iktatni, tehát hetente egyszer mindig lenne ezek a heti hírek. Az oktatás áll a második helyen 26-27%-kal, platform bemutatók, tehát akkor ez is érdekel titeket, és ott alul jár az ICO. Tehát az ICO-kat akkor azokat kicsit kevesebbre kell venni,
javarészt úgyis azokat már visszább lettek kicsit véve az ICO bemutatók, de azok is érdekesek, sőt, most van egy nagyon érdekes projekt, amit be fogok nektek mutatni. Heti hírek, ugye azokat így heti szinten összegyűjtve, utólag, hogy mi történt a héten, arra nagyobb igény van, akkor az így marad is ez a felállás. Milyen szinten állsz a kriptodevizákkal és a kereskedéssel? Ez volt a következő. 63% kezdő, és 37% a haladó, profi, és még soha nem kereskedtem, pedig nulla. Ami azt jelenti, hogy a nézőknek, tehát nektek több, mint a fele, 63%-a az javarészt kezdő. Ezért is értemesebb a videóba, a bemutatóba egy kicsit ilyen egyszerűbben elmagyarázni a dolgokat, és kicsit a kezdetektől elmagyarázni az egyszerű dolgokat is, hiszen láthatjátok statisztikailag, nektek a fele, tehát a nézőknek a fele, több mint a fele még kezdő a kriptovaluták terén, tehát azért is érdemesebb ebbe jobban belemenni az oktatásba, és kicsit többet bemutatni. Következő kérdés volt, hogy mit kezdesz a megvásárolt kriptodevizákkal? A nézőknek, nektek a több mint fele, 56%-a hudler, ami azt jelenti, hogy tartja. Egyszer megvásárolta egy áron, és tartja, ameddig az ár fölmegy egy magasabb árfolyamra, és akkor eladja majd a kriptodevizáját. 27%, tehát a negyede a nézőknek, pedig kereskedik vele, ami érdekes lehet, hiszen a kereskedés egy olyan dolog, hogy lehet vele jól keresni, és ugye lehet vele veszíteni is, okosan kell csinálni, stratégiát kell felépíteni. Pont egy nézőtől olvastam, hogy a fegyver se süti el saját magát, a kereskedésben a kereskedő platformok és a tőkeáttétel se süti el saját magát. Tehát lehet okosan csinálni, mindig haladni kell egy stratégiával, erről is akkor fogok még egy kicsit bővebben videó készülni a kereskedésről, mert látom, sokan kereskedtek és van rá igény is. Következő kérdés az volt, hogy hol vásárolsz, hol kereskedsz legszívesebben. Látjátok ti is ezt a cikkel szeretelt tortát, aminek a legnagyobb része a Binance. Ugye a Binance egy nagyon jó tőzs, de én is használom, sőt az új változatával, a Jersey-vel, sőt, hogy már lehet bankkártyával is fizetni, van fiat lehetőség is, igen, a szívemben nőtte magát. Ennek ellenére, hogy a Coinbase-ről kevés szó esik, és sok visszajelzést kaptam arra, hogy nem tudtok regisztrálni, nem tudjátok megrendelni a dolgokat rajta, nem tudjátok a bankkártyát hozzáadni, mégis 15%-a nektek, a nézőknek a Coinbase használja, szóval nem lehet maga olyan rossz platform. Other, tehát amiket nem soroltunk fel, az a 12%, és a KuCoin a negyedik helyre kerül, ami nekem egy szimpatikus tőzs, de készült is hol a több videó. Amúgy itt szerepel még a Cryptopia, Bittrex, CoinMama, HitBTC és a többiek. Alul látszik még, hogy Kraken, Bitpanda, Bitfinex, Liquid, Luno 1,3%-ba, tehát a színesség az megvan a kriptotőzsdéken mindenki számára. Következő kérdés volt, hogy hogyan vásárolsz kriptodevizát? Tehát ti nézők, 48%-ba, tehát úgy mondhatni, hogy a nézőknek a fele bankkártyával vásárol, amit én is preferálok, főleg olyan esetekben, amikor gyorsan van szükség egy kriptovalutára. Ilyenkor a Coinbase, esetleg még a Bitpanda, egy osztrák cég, amit én használok és javasolok nektek, persze ezeknek a linke alul a leíráson megvan, ha még nincsen regisztrációtok, nyugodtan tegyétek meg. 28% átutalással, tehát SEPA banki, nemzetközi banki transferrel, ez egy olcsóbb megoldás, ennek is van költsége, viszont az átfutás ideje lehet akár 3 nap is, valamikor hamarabb beér. Veszek valakitől 8,6%, ugye ez is érdekes lehet, hogy másoktól venni, van ilyen is, hogyha erről van véleményetek, hogy hol lehet másoktól venni, milyen platformok vannak, írjátok meg a komment szekcióba alul mindenféleképpen. Hány kriptóval foglalkozó csatornát követtek? Ez érdekes volt nekem, mert szeretném mindig úgy hozni az anyagokat, hogy ne legyenek ütközések más csatornával, de a különböző konkurens csatornákkal legyen meg a jó hangulat és az ismerettség, hiszen fontos, mert egy nagy kriptoközösség vagyunk, egy magyar kriptoközösség, vagy magyar nyelvű, fogalmazzunk így. 74%-ba több csatornát néztek, ami szerintem jó, mert minél több helyről hallotok valamit, láttok valamit, annál jobb a dolog. Nézzetek meg mindenkinek a
nézőszögét mindenféleképpen. Több, 3, az 18%, kizárólag bennetek, az 3,7, ez köszönöm, aranyosak vagytok, és a 2 is 3,7, tehát a lényeg abból, hogy 75%-a többet néz 3-nál, tehát a 100%-ot mondhatjuk, hogy 3 vagy többen nézitek, durván majdnem mindenki, ami egy jó dolog, ezért is én is folyamatosan követem a különböző konkurens csatornákat, mert a következő kérdés az volt, hogy ha többet nézel továbbra is együtt, nincs sok ütközés, és szerencsére ez pozitív volt számomra, mert a 69-70%-a azt írta, hogy teljesen rendben van, a maradék pedig azt írta, hogy néha van átfedés, de semmi gond. Ez pozitív visszajelzés, mert próbálok mindig arra törekedni, hogy amit már a különböző magyar nyelvi csatornák lehoztak, arról megpróbálok nem beszélni, ezért is nyilván vannak ugye összefüggések, azt ti is mondtátok, de semmi gond vele, több helyről halljátok, mert ugye a hírek azok javarészt ugye angolul olvashatóak már körülbelül egy fél nappal azelőtt, mielőtt a magyar portálok lehoznák, én is ott böngészem javarészt a híreket, és ugye mindenki nagyjából egy helyről szedi a híreket, én próbálom mindig úgy összeállítani, próbálok mindig újdonságokat, más szemszögből megközelíteni a dolgokat, és olyan híreket, amiket máshol nem olvashattok lehozni, mindig is lesznek ugye összefüggések, hiszen egy témáról beszélünk. Heti hány órát töltesz kriptovalutákkal? Én mennyit töltök vele? Arról már készült egy videó, de hogy ti mennyit töltötök, itt az adat. 30% ugye azt szavazt, hogy kripto az élet. És ugyanúgy 29-30% az, hogy 5-10 órát foglalkoztok vele heti szinten. 5-10 óra, 3-től 5-ig az 18, kevesebbet pedig itt látjátok alul, tehát javarészt azt lehet mondani, hogy napi szinten mindenki egy vagy két órát foglalkozik a kriptovalutákkal. Jó ötlete a havi összefoglaló beszélgetés. 100% 27 emberből azt mondta, hogy igen, tehát ez egy jó döntés volt 2018 évvégén, hogy elindultunk erre a havi összefoglalóba, ahol Ricsivel megbeszéljük egy élő adást, egy élő videós közvetítésbe az, hogy mi történt az adott hónapban. És ugye erről minden hónap első napján kaptok egy videót, most volt egy kis késés, de remélem nem volt probléma, technikai okok miatt átbeszéljük, és a ti is följöttök rá élő chatbe, kérdezhettek, és én is, és Ricsi is mindig fönn leszünk a chaten, és beszélgethetünk az adás közben egy kicsit. 2018-ban elégedett vagy-e azzal, amit a csatornán láttál, és nagyon örülök nektek, hogy 85%-ba igent mondtatok, a maradékba pedig az, hogy lehetett volna több videó is. Ugye ez is pozitív visszajelzés, hogy tetszik nektek a csatorna. Még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, amit folyamatosan követtek minket és néztek minket, írtok, használjátok a platformot, nézitek a Facebookot, lehet minket követni Twitteren, mindenféleképpen nézzétek meg alul a linkeket, vannak mindig hasznos információk, és próbálok, és próbálunk mindig több és több anyagot nektek összehozni. Nagyon nehéz összehozni olyan anyagot nektek, ami mindenkinek tetszik, hiszen vannak olyan témák, akinek szimpatikus valami, és akinek nem szimpatikus valami. Nehéz olyan témát összedobni, aki mindenkinek szimpatikus lenne, ezért is, hogyha van éppen egy olyan anyag, amit nem szerettek, nem érdekel titeket, akkor azt vagy nézzétek meg, vagy lépjetek ki belőle. Próbálok mindig olyan anyagot összehozni, ami tetszik minél több embernek, de akadnak olyan témák, amiről nagyon megosztó a vélemény, mindenből külső szemmel készítem a videókat, ezt nézzétek el nekem, hogyha vannak olyan videók, ami nektek néha nem szimpatikus, de hogy meglegyen a mennyiség is nektek, hogy minél több videóval tudjunk nektek készülni, ezért van közben ilyen videó is, de azért remélem tetszik 2019-ben is nektek a csatorna, kövessetek minket, lájkoljátok a videót, és hogyha nem vagytok feliratkozva, kattintsatok a feliratkozásba, és a jobb felső sarokba a kis harangra, hogy mindig megkapjátok az értesítést az új videókról. Remélem tetszett a videó, a következő videóban egy bemutató videóval készültem nektek. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!